A halottak nem álmodnak, mert hiszen ők már mindent tudnak. Krúdi Gyula Ámos könyvének előszavaival nyitották meg a József András Múzeum soron következő kiállítását. Az Álomvilága című időszaki kamara kiállítás a Krúdi napokhoz kapcsolódva annak keretében nyílt meg péntek délután. A tárlat alaptémája a nyíregyházi születésű író Ámos könyve volt. Az Ámos könyv kapcsán egy kicsit tovább gondoltuk a témát, és a misztikumához hozzátartozott, úgy gondoltuk, olyan, mint a kártyajóslás, a hipnózis, ami félig álom, félig ébren létszerű állapot, és úgy gondoltuk, ez a három, ez egy nagyon kerek kis kamarakiáltást tud kiadni. Az eredeti jóskártyák mellett Krúdi Ámos könyvéből részletek, az író álomfejtő nagymamájának története és egy megyénkhez köthető halálos kimenetelű hipnózis története is olvasható a kiállításon. Salamonelláról van szó, Tuzsíron lelte a halálát 1894-ben, mégpedig úgy, hogy őt hipnotizálták, és a hipnózist követően meghalt. És többet nem árulok el a történetről, elég fordulatos és izgalmas, érdemes belenézni a kiállításba. A Mundus Somniorum című kamarakiállítás december elejéig látogatható a József András Múzeumban.